Előre szólok, ebben a videóban nem fogunk sokat beszélni. Csak kis keksz, és szép jó reggelt mindenkinek! Megérkeztünk a következő állomására a legcsípősebb kajakereső sorozatunknak, ami nem más, mint... Balatonfüred, Basalikon! A bisztró. Legalábbis az van kiírva. Azt mondják, hogy itt van nagyon csípős kaja. Ennek fogunk mindjárt utána járni. Már nagyon várom. Kíváncsi vagyok. Fel vagy készülve? Erre nem lehet, de fel vagyok. Remélem megfektetnek. Bármint téged, hogy engem? Ja, várjál. Tudod mi? Gyere, menjünk és járjunk utána. Menjünk. Szervusz! Hello! Szia! Egyiknél sincs odaérve, hogy csípős, hogyan működik a csípős burger? Akármit kérsz, az lehet csípős is, vagy erős. Akkor ebben az esetben kérünk szépen két pulled pork burger. Lanának... Átlagosan csípősen. Oké. Okay. Nekem meg... Annyira csípősen, amennyit kimertek adni élő embernek. Szenvedjen! Rendben. És inni mit hozhatok? Én egy bazsalikomos limonádét kérek szépen. Az is lehet erős. Én pedig egy borzás limonádét szeretnék kérni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Menjek fölvenni, hogy megcsináljuk a burgerünket. A durván csípős. Ijjáj! Wow. Ez meg a még durvábban, nem ám. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Jók az illatok. Kapsz a izin? Én mondtam. Előre szólok, úgy fogok enni, mint egy malac. Mint egy tépett malac? Mint egy tépett malac. Jó, hát... Oké, elképesztően jól néz ki. Erre nem lehet panasz. Nem pecsétes a zsömle, de nem baj. Kompenzálja a kinézet. A koszlósaláta viszont úgy néz ki, mint egy koszlósaláta, ami nagyon fontos, mert egy csomó ilyen semmi köze nincs a koszlóhoz a koszlósaláta. Az íze is koszlósaláta. Rike vagyok. Lana vagyok. És az itt a chili vonat. Sup, sup. Az megint marni fog mindenhol. Igen. Na jó. Tök jó, hogy az összes zsebkendőmet bent hagytam. Na malackodjunk! Jó fél. Szerintem összecserélték. Nem hiszem. Akkor beleesett a darázs a kajámba. Nagyon csípős lesz! Darázs van a kajámba! Figyelj, tesó, az nem való neked. Hidd el, hogy ez neked nem kell. Azaz, repülj el! Necces! Az! Nagyon élvezem. Szeretnénk kérni azt a teljes csodát Lanának, amit ajánlottatok az előbb. Köszi! Teljes csoda vanília fagyival. Irigy vagyok. Isteni. Kérsz belőle. Igen, de majd csak ha végeztem. Ja. És én azt hittem, hogy a múltkori volt az erős, érted? Ja. Ez durva. Ez. Ütött. Olyan brutál, hogy beállt a hasam. Mutatom, mennyi maradt. Ez a két falat hús. Minden más lement. Ez is le fog menni. De ehhez eszek koszlósalátát, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen az összhatás. Bakker.
Miért nem ehettem eddig? Ez olyan finom. Ú, de finom. Én mondtam. És kész. Azt a rohadt nagyon fáj. Kaptunk nagyon-nagyon finom eperkrémlevest, túrógombóccal. És ez jól tesz a hasunknak, úgyhogy most ezzel folytatjuk az étkezést, mert az van, hogyha bejut a kapszaicin egy challenge-nél, egy durva kajánál, sor a gyomorgörcs, a következő 2-3 órában folyamatosan után kell tölteni a hasat. Ezt lehet folyadékkal és vagy kajával. Személyenként változik, hogy kinek mi jön be jobban. Hiába vagy tele, kell rá fogyasztani, mert az enyhít. A másik, ha megteheted, amit most nem tehetünk meg, hogy egy jó melegvíz kádba ülsz, fekszel. Mert a melegvíz nagyon jó a görcsre. Na kérem szépen, a legfájdalmasabb, a legfájdalmasabb értékelésünk következik. Ever? Hely. Számomra 10/10. Nagyon jó helyen van, halkan szól a zene, egy kis csendes sétáló utca, maga a hely is bent, többféle lehetőségek vannak gyerekeknek, hangulatos, nekem nagyon tetszik. Ilyen gyerebe hangulata van, gyerebe, na gyerebe. Nem is kell nekik senki, aki kinn áll, hogy behívja, teljesen fölösleges. Egyetértek. Kiszolgálás? 10/10. Teljesen egyértelműen, ez kifogásolhatatlan a kiszolgálás, a kedvesség. Az van, hogy én egyébként nem először eszem itt, de az úriember, aki kiszolgál minket, világi forma, és műsoros vacsora, abszolút, tehát hogy így imádom, mindig, mindenkihez van egy-két jó szava, meg egy-két vicce, valami, mert hogy poénja, hogyha így vevő rá az asztaltárság nyilván, és tehát na, itt állna jó hangulat, úgyhogy kimondottan örülök neki, hogy, hogy jöhettünk ide forgatni. Iszharmónia. Erről nem igazán tudok nyilatkozni, mert nem éreztem az ízét, mivel csípett, csípett és csípett. Úgyhogy az tényleg nem éreztem, elvette. Úgyhogy most erről nem tudok, viszont ettünk és kaptunk eperkrémlevest, meg ezt a teljes csodát, valami fantasztikusan finom az eper, összes. A túrógombócos eperkrémlevest, jó, jó ég, az egy tányér mennyország. Igen. És ha jöttök ide ilyet enni, akkor azt hagyjátok meg desszertnek, mert azt kirendeled előre, megkóstolod, akkor így félre fogod rakni, hogy jó, akkor desszert már megvan, akkor rosszul rendbe kértem bocsánat, de nagyon durva. Nagyon finom, de, hogy, krémes. És nem az a hagyományos textúrája, amit megszokott az ember, valahogy ilyen, én nem tudom, valahogy ilyen jobban krémes. A franc tudja, hogy mitől, de hogy ilyen... És igazi eper íze van, nem az, amikor porból összerakják, hanem igazi eper íze van, egy ízorgazmus, nem tudok mit mondani. Az ízharmónia, nekem ez a burger nem lesz a kedvencem. Simán egy 10/9, tehát olyan, mint az előző, hogy ilyen ajánlott. Uh-huh. A malac, az nagyon mennyei volt. Szerintem ebben még valami kis pesztós történet is volt, nekem úgy tűnt. Azt meg kell kérdeznem, hogy biztosra menjünk, de nekem úgy tűnt, hogy volt benne. Viszont volt benne valami extra fűszer, ami szerintem már nem kellett volna bele. Tudom, hogy egy egyel több ízt érzel benne, mint amennyire szükség van. Lehet, hogyha végig eszem hozzá a korszlót, akkor azzal együtt, úristen, pont ilyen lenne. De mert nem ettem ugye, hogy ne csökkentsek a csípősségen. Ezért kicsit az volt az érzés, hogy nem tudom, hogy melyik ilyen elég erőteljesebb, füstösebb íze volt. Nem égett húst, tehát az biztos, hogy nem. Fűszer íze volt. De az így korszló nélkül az nekem egy picit fölösleges volt bele, ezért 10/9, egyébként mennyei volt. Adag mérete is teljesen rendben van, egyébként ez egy ilyen 3500 forint körüli kaja, de így krumplival, koleszlóval, nagy burger, tehát ez a nagy adag hús, tényleg, tehát ez egy laktató adag kaja. És úgy gondolom, hogy azért a Balaton parton, a Füreden, a Blahalújza sétáló utcában ez egyáltalán nincsen mellélőve. Főleg azért egy ilyen mennyiség. Azt mondom, hogy az, amit kaptunk, teljes mértékben rendben van. Úgyhogy imádtuk. Csípősség! Hát most szól a csengő, hogy kiütötték. 10/10? Most gondolkodom. Nem mondom addig azért, mert nem akarom befolyásolni. 10/9 a wow, csípősség. 10/9. 10/9. Igen. Meg egy 24K-hoz hasonlítva.
Hol volt? Egy 24K-hoz hasonlítva, ha 24K 10, akkor ez olyan... 7-es. Nekem? Új rekord. Ez pusztulat volt. Nagyon nehezemre esett megenni. Nagyon finom volt. Nyilván élveztem, tehát nem ettem volna meg, hogyha nem esett volna jól. De nagyon-nagyon megküzdöttem vele. Megérte. 10/8,5, ami azt jelenti, hogy a chili dog ezennel a második helyen erősségben. Harmadik helyen ugye a szegedi Famous. Igen. Második helyen a chili dog, a chili vonat burgerükkel, és ezennel itt a harmadik chili vonat approved burger, ez pedig nem más, mint a Bazsalikomnak az extrán csípősen kért bármelyik burgere, ha ezt ugyanilyenre megcsinálják bármelyikkel. Ez kizárólag, csak és kizárólag a teflon szájúaknak, senki másnak, véletlenül sem ajánlom. A teflon szájúaknak nagyon, ők élvezni fogják, imádni fogják. Mi azért egy közel egy órát itt ültünk begörcsölve, fogyasztottuk rá a mindenféle cukros dolgokat, hogy kicsit enyhüljön. Még érezzük, hogy azért hullámokban időnként visszatér, de meg akartuk csinálni minél előbb az értékelőt, mert itt lemegy a nap, hogy megtelik a hely, mert azért most már lassan érkeznek a vacsorázók. Kicsit elhúzódott a forgatás ezáltal. Nem baj, megérte. Abszolút megérte. Szerintem ideje lesz beszélgetni a szakácsunkkal. Muszáj. Igen. Beszéljünk vele. Sikerült elcsípnünk nem csak hogy a szakácsot, de ismételten a tulajt. Olyan jó helyekre járunk. Mindenhol ilyen manufaktúrákban megyünk, nem tudom mennyire ide való szó, hogy mindig dolgozik a tulajkonyhán. Egyébként szerintem tök jó, mert ezért így van benne szívvel, lélekkel. Igen. Igen. Minden ételt én készítek. Egyedül viszem a Bazsalikom konyháját, úgyhogy 100%-ban ott vagyok benne. Kérlek egy pár szóban, mesélj nekünk a helyről. Hogy kerültetek ide? Itt. Miért pont Bazsalikom? És miért néz ki ennyire rettenetesen jól? Tehát, hogy pont azt beszéltük az előbb, hogy így olyan a hely, hogy így erre sétálsz, és így az ajtó így azt mondja, hogy így gyere be. Gyerekedni, nem kell kirakni ide senkit, aki beinvite az embereket. Eleve úgy néz ki az egész, hogy be akarsz menni. Legalább körülnézni. Ha meg körülnéztél, akkor meg ma úgyis lesz valami. Annyira jól kihasználtátok a helyeket. Igen, igyekeztünk az adottságokat felmérni és azokat maximálisan kihasználni. Ez javarészt párom érdeme, mert a dizájnért tulajdonképpen ő felel teljes mértékig, de... Ezt mindig ahogy... érdemes a csajokra bízni. Igen, pontosan. De mint ahogy az étterem konyháját is én viszem, magát a dekorációt is mindent mi csináltunk, a képeket párom festette, ő írt ki minden információt, úgyhogy teljesen 100%-ban tulajdonképpen a Bazsalikom azok mi vagyunk. Az nagyon menő. Igen. Akkor ezért van, ennyire családias hangulata. Igen. Mert hogy így megcsináltatok magatoknak. De annyira jó, hogy ez kifelé is látszik, érződik. Igen. Hát igyekeztünk beletenni magunkat tulajdonképpen. A névben is benne vagyunk, én Balázs vagyok, feleségem Lilla, ott el van rejtve benne egy nagy B, nagy L, úgyhogy az is szimbolizál minket. A Bazsalikom szeretete Olaszország után az egyértelmű volt, hogy ebbe az irányba indulunk el. Mert ugye ti kint dolgoztatok. Kint éltünk 3-4 évet körülbelül Olaszországban, úgyhogy onnan jött ez az irányvonal. Szeretnénk minden elismerésünket kifejezni. A burger fenomenális volt. Letépte az arcunk, az enyémet is. Igen. A legerősebb burger, amit ettem, amióta megy ez a sorozat, de szerintem életemben a legerősebb burger, amit valaha ettem. Nagyon finom volt. Nagyon csípett. Nem is tudok igazából mit mondani rá. Minden elismerésünk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen, köszönjük. Köszönöm. Mi volt benne, amitől ez többet tudott, mint eddig bármi, amit ettem? Hát figyelj, ahogy elmondtad, szerintem maga az összetevők, mert ennek a kétharmada volt tulajdonképpen Karolina répe. Okay. A másik egyharmad meg egy Bazsalikom pesto. Mondtam, hogy volt benne Bazsalikom, mondtam, hogy volt benne valami pesztós dolog, mondtam. Igen. Szerintem ezt, hogy te érezted az ízeket? Mondom, tuti, hogy volt benne, de inkább rákérdezek, de mondom, szerintem volt benne, mert mondom, olyan finom volt. Én azt hittem, hogy lágyítani fogja, hogy ezáltal higítom, de ezek szerint adott még rá egy kis kakaót. És valami kivonat, vagy valami? Egy 3 csepp az egész szószba, 3 csepp, ilyen 3 milliós. Mind a kettőnkébe? Nem. Csak magában az egész keverékben volt 3 csepp. Kapszaicin kivonat, 3 milliós. Oké, tehát még kapszaicin kivonat is volt benne, de akkor kicsit. Mi ugyanolyat kaptunk, csak az enyémben több volt a csak szósz. Csak a tiédben mondjuk 3-szor annyi, mint a lanájéba.
Át lettem verve. Nem, hát én nagyobb mennyiségben kaptam a szózt, hogy elvileg jobban is csíp, de nem. Na, hát most már akkor látjátok a különbséget, miről beszéltünk az előbb. Dupla pacsi, kitakarjuk Balázst. Azt a mindenit. Wow. Jó, nem hát vagy. Ez... Jó, hogy nem tudtam előre, és inkább utólag, mert nem kezdtem volna hozzá. Abszolút minden elismerés. Jó, hát... Chili vonat approved. Bent lesz a szósz. Lehet majd kérni, de ezek szerint, ha szeretnétek kizárólag saját felelősségre kérni chili vonat hitelesített burgert, akkor parancsoljatok, tegyétek meg, teggeljetek utána majd minket is, őket is, lássuk, hogy kipróbáltam még ki ezt, amit mi most itt átmentünk. Hogy bírtátok, hány teljes csodát tettetek utána, hány vödör eperleves nyomtatok le utána, stb. Stb. De mind-mind kíváncsiak vagyunk. Nektek pedig nagyon sok sikert kívánunk a jövőben. Reméljük, köszönjük, hogy több hullám nem lesz, amit túl kell élnetek, és most már csak is kizárólag a forgalom. Gyertek, mi most ennyit tudtunk megkóstolni, ennyi fért belénk, de biztos, hogy fogunk még itt kajálni. Muszáj. Tehát, hogy elképesztő. Eddig is ettünk mondjuk már itt egyszer-kétszer, de hiába messze, ezt rendszeresíteni kell. Köszönjük még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönjük. Jobbulás. Rike vagyok. Lana vagyok. Ő itt Balzsa a Likomból, és ez volt itt a Chili vonat. Su. Volt, vagy túl sokat késtem. Jaj, nagyon sokan nézik a videóinkat, az, hogy most már ott tartunk, hogy nem mehetünk el csak úgy jó hiszeműen egy helyre. Föl vannak mindenre készülve. Tudja, hogy késni kell. Tudja, hogy mennyire kell csípnie, hogy megfingasson. Szerintem ez volt az utolsó rész. Köszönöm nektek, sziasztok!